Köszöntöm Maru Zsorand, alezredes urat, a Honvédelmi Minisztérium hadiséggondozásért felelős osztályvezetőjét. 71 évvel ezelőtt történt a Donkanyari katasztrófa, ahol magyarok tízezrei haltak meg. Ön pár hete Moszkvában tárgyalt a hadiséggondozásról. Igen, Tön László ezredes vezetésével voltunk kint Moszkvában. Ez a pontosabban Podolszkban, ami Moszkva mellett egy város, ahol az Orosz Föderációnak a katonai levéltára található, a központi katonai levéltár. Azt kell előtudni, hogy ez a legnagyobb katonai levéltár a Oroszországnak. 19 millió iratot őriznek, mint ahogy megtudtuk ott a Pármiakov igazgatónak az elmondásából. És hát az nagyon nagy áttörést jelent, hogy nem volt még magyar delegáció, sőt magyar kutató sem volt még ebben a levéltárban. És nekünk abban a szerencsében volt részünk, hogy egyrészt megismerhettük a levéltárnak a működését, illetve betekinthettünk azokba a magyar zsákmányanyagokba, amiket a szovjet vörös hadsereg vitt el Magyarországra 1945-ben. Úgyhogy elég komoly kincseket őriz, mondhatjuk, hogy kincseket, hiszen történész levéltáros szakma számára ez mindenképpen az. Tehát komoly kincseket őriz a levéltár, de fontos egyébként az is, hogy nem csak a magyar zsákmányanyag kerül majd kutatásra, vagy kerülhet kutatásra a tárgyalás eredményeképpen, hanem azok a szovjet iratok, amelyek a vonatkozó csapatoknál keletkeztek, akik szembeálltak a magyar hadsereggel, így nagyon sok új információra derülhet majd fény. Ukrajnában is számos magyar hadiség található, ott is történtek előrelépések a közelmúltban, ám a mostani helyzet aggasztó. Igen, Ukrajnában, pontosabban Galíciában ugye rengeteg első és második világháborús magyar katonánk lelte a halálát, és több tízezer hadisír található kint. Az utóbbi években sikerült áttörést kialakítani gyakorlatilag úgymond az ukrán hadisír vonatkozó szervezettel. Elég jó kapcsolat van kibontakozóban. Számos helyen voltunk a galiciai területen, Ivano-Frankivsk megyében, ahol feltérképeztük a hadisírokat, illetve exhumálások is történtek több helyszínen. Itt utalnék arra, Ivano-Frankivsk városában több mint 150 magyar katonát exhumáltunk az ottani békeparkból, most már békeparknak hívják az egykori német-magyar katonai temetőt, ahol megtaláltuk egyébként Barankai József roham tüzérszázados maradványa, akit haza is hoztunk miniszter úr döntés alapján, hiszen olyan magas kitüntetésben részesült ez a százados, hogy magyar tisztirányítási éremben, amely feljogosította arra, hogy az ő maradványait hazahozzuk. A többi katonánkat pedig a Potelicsi német katonai temető magyar parcájában helyeztük örök nyugalomra. Hát, ahogy mondta szerkesztő úr is, most mi is kivárunk, hogy hova alakul az ukrán helyzet, de bizakodunk benne, hogy sikerül tovább folytatni ezt a munkát. Kötöttek hadisírgondozási megállapodást Lengyelországgal és Bulgáriával is. Így van, két országgal sikerült, és ezzel 9-re bővült azon országok száma, amelyekkel már hadisírgondozó megállapodást, kormány megállapodást sikerült kötni. Bulgáriával gyakorlatilag a bolgár félnek volt érdeke, hiszen magyar katonák nem nyugszanak Bulgária területén, viszont annál több bulgár katona, a második világháborús bulgár katona van Magyarország területén. A lengyelekkel hagyományosan jó kapcsolatunk van, ugye a két nép barátsága az megmutatkozik a hadisírgondozás területén is, de most már jogilag tisztázott formában tudjuk tovább folytatni ezt a tevékenységet. Lengyelország? Igen, Lengyelországnál, ha már itt tartunk, akkor volt egy másik eseményünk is, tavalyi év decemberében, december 10-e és 12-e között voltunk kint Limanovában, illetve Gorlice településeken. Limanováról azt kell tudni, hogy 14 decemberében, pont akkor, amikor mi kint voltunk, volt az a csata, amely során magyar huszárok, a 7. Soproni császár és királyi huszárezred megállította az orosz előrenyomulást. És hát a város lakói ezt nem felejtették el, hiszen a magyar huszároknak köszönhetik, hogy megmenekült a városok az orosz gőzhenger elől gyakorlatilag. Úgyhogy minden évben komoly ünnepséget rendeznek kint a temetőben, ahol el van temetve az ezrednek a parancsnoka, Múr Ottmár ezredes saját maga is. Ott halt hősjól állt közelharcban a katonái, a huszárjai élén. És hát óriási nimbusz övezi, a lengyelek hatalmas ünnepséget szerveznek. És hát idén, a 100 éves évfordulón mi is készülünk egy komoly katonai delegációval, katonai zenekarral fogunk kimenni, illetve hát a temetőt, azt finanszírozzuk a rendbetételét. A magyar-lengyel barátság az legendás. Az legendás, és ezen a területen is megmutatkozik, úgyhogy nagyon jó volt kint magyarnak lenni. Térjünk rá picit az első világháborúra, hogy az egyik legvészivatarosabb front az olasz volt. Isonzó, Tirol, Doberdó, sok honvédünk, sok magyar honvéd nem térhetett haza. Bizony, azt viszont el lehet mondani, hogy ott egészen rendezettek a körülmények. A temetők úgy, ahogy milyen formában megmaradtak, azok szép állapotban vannak.
Az olasz területen azt el lehet mondani, hogy a termőterület kicsinsége miatt, rossz szóval élve, összeszedték a maradványokat, illetve egybe rakták ezeket a temetőket, ilyen osszáriumokat, csonttárakat alakítottak ki, hatalmas emlékművekkel. Ott is voltunk kint, ezek között talán leghíresebb a Redipulia, illetve a Montagrappai emlékmű. A Montagrappán 10 000 osztrák-magyar katona alusz örök álmát. Ezeknek nagy része egyébként minden valószínűség szerint magyar, hiszen egy magyar hadosztály volt, amelyik ott harcolt, magyar királyi honvéd hadosztály. Az olaszokkal jó kapcsolatunk, a szlovénekkel szintén, egyébként az utóbbi esztendőkben számos helyen kezdeményeztünk felújítást, illetve információs táblákat helyeztünk ki, többnyelvi információs táblákat a temetők mellé, hogy ott milyen alakulatok, katonák nyugszanak, mit lehet róla tudni, illetve a csatákról, a környékbeli csatákról, úgyhogy ez a program ez továbbra is folytatódik, és már Galíciában a mai Lengyelország területén is több helyen tettünk ilyen információs táblát. Az Úzvölgyében is minden évben tartanak megemlékezést. Így van, szintén az első világháborúhoz kapcsolódik, hiszen Erdélyben, az Úzvölgyében van egy komoly osztrák-magyar temető, ahol mintegy 1000 katonánk nyugszik. Tavalyi év folyamán, 2013. augusztus 26-án voltunk mi is kint, hiszen mi is támogatjuk az ottani munkátokat, 300 sírkereszt lett kihelyezve az Úzvölgyébe. Idén tovább kívánjuk ezt folytatni, ezt a kezdeményezést. Szeretnénk minden ott nyugvó katonának az emlékét megörökíteni, olyan formában is, hogy gránit táblákba vésve a nevüket is feltüntetjük. Országos hadisír felmérést végeztek tavaly. Igen, tavaly év folyamán indítottuk el ezt a kezdeményezést, az önkormányzatokat kerestük meg a BM-nek a informatikai rendszerén keresztül. Be is jöttek az adatok, amelyeknek a kiértékelése már nagy részt megtörtént. Azt lehet mondani, hogy vegyes a kép, nem mindenhol voltak annyira agilisak, illetve annyira, hogy is mondjam, nem mindenhol ugyanúgy álltak hozzá. Tehát van olyan információ, ami helytálló, van, ahol tudjuk, hogy nyugszanak ott katonák, de nem jött róla adat. Arra minden esetre jó volt, hogy bővült az információs tárunk, illetve az adatbázisunk, úgyhogy folytatjuk tovább ezt a felmérést a magunk módján is, különböző civil szervezetekkel, illetve mi magunk is több helyszínen kimegyünk. Több temetőben, fővárosban, vidéken is hadisírokat újítottak föl. Így van, hát a fővárosban Farkasréten történt felújítás, illetve hamarosan elindul a Kozma utcai zsidó hősi parcellának a felújítása, ez szintén első világháborús, egy nagyon különleges parcelláról van szó, több mint 200 egyedi síremlék egyébként, ez tényleg szinte műalkotások, de számos helyen, például Hódmezővásárhelyen újítottuk fel a temetőt, idén pedig Szentesen tervezzük két első világháborús temetőnek a felújítását többek között, de nagyon sok más helyszínen is egyébként, és emlékművek felújítása is sorra kerül. Ugye orosz és német küldöttség is jár gyakran Magyarországon. Ugye oroszok és német katonák is nyugszanak itt, ugye sokan Magyarországon a második világháborús harcok miatt. A németek például a tatai edzőtábor területén is kutakodtak tavaly. Bizony, évek hosszú sora kellett ahhoz, hogy sikerüljön ezt elintézni, hogy a tatai edzőtábornak a rekonstrukciója közben elvégeztessék ezt az exhumálást, illetve először a kutatásokat, hiszen ez egy ilyen legendárium volt, hogy a tatai edzőtábor területén több száz német katonát temettek el, és hát bizony ez az valósággá vált, illetve bebizonyosodott, hogy ez nem legendárium, hanem valóság, hiszen több mint 380 német katonának a maradványát sikerült exhumálni, a német partner végezte az exhumálásokat, és az áttemetések már meg is történtek a budaörsi német-magyar katonai temetőbe, ahol egyébként több mint 15 000 német katona van, és több száz magyar katona eltemetve. A lezdes úr, köszönöm szépen a beszélgetést!